Sziasztok! Ahogyan a címből is láthattátok, ez a videó annak alkalmára készül, hogy összegyűlt a 10 000 feliratkozó, ami egy elképzelhetetlenül nagy szám nekünk legalábbis, hogy ott van 10 000 ember, akit annyira érdekel, amit csinálunk, hogy még fel is iratkozott. És ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, ugyanis nagyjából 1,5 éve kezdtük el a videózást, és már majdnem 80 videó, nem pont 80, azt hiszem pont 80 videónk van, és még mikor ezt az egészet elkezdtük, akkor egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy valaha elérjük ezt a számot, hogy hát igazából bele se gondoltunk, hogy mi a célunk, de nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ez is elérkezett, és tényleg nagyon köszönjük nektek. Ezen kívül gondolkoztunk azon, hogy milyen videóval készülhetnénk nektek erre az alkalomra. Igazából sokféle ötletünk volt, de aztán beugrott, hogy ti a videók miatt iratkoztatok fel, és azért, hogy még többet lássatok, és ezt meg is tudjuk nektek ígérni, hogy a következő évben, vagy hát így 2015-ben is nagyon sok videót fogunk, és még blogbejegyzést is készíteni. És volt korábban még pár hónapja egy bakis videónk, vagy hát egy ilyen kimaradt jelenetek és bakik 2013 és 2014-ben videónk, és ennek most a folytatását fogjátok látni, ugyanis 2014-ben még van kb. 15 olyan videónk, amiből a bakikat és kimaradt jeleneteket ti még nem láttátok, úgyhogy ez fog a videó végén következni. És gondoltuk, hogy azért valami mást is csinálunk erre a jeles alkalomra, úgyhogy mivel eleve elég sok képet készítünk, amik a blogba is felkerülnek, de gondoltuk, hogy egy kicsit jobban beleláthassatok a magánéletünkbe és abba, hogy mi zajlik így velünk, nem nagyon csak, hogy amire esetleg kíváncsiak lehettek, ezért létrehoztunk magunknak egy Instagram fiókot, aminek a linkjét megtaláljátok a videó alatt. Ez az egyetlen közösségi oldal, amin a csatornáltal regisztráltunk, tehát mostantól lesz a YouTube, a blogunk és ez az Instagram. Sziasztok! Már nem tudom, mit akartam mondani. És ez egy kicsit számomra furcsa, mivel ugye most nem lesz ugye háttérben Panni, de... Hogy van? De... Akkor az utolsó kérdés, milyen az időjárás ott, ahol laksz? Majd nem mondom, becsülöm magam az utóra, azt rájöttem, hogy nem érzedik a videóban. Akkor csak valami, hogy a videó elején legyen ilyen, esetleg egy tökkel így. Hanna! Hanna, menj tovább, menj tovább, menj tovább! Hanna, menj ki a képből! Jaj, akkor jön a cuki, neki, másik irányt. Engedd, és akkor tovább megy. Jó, hozzátok. Nyami, nyami, nyami. Még toboz is van? De jó. De még mindig benne van. Menj oda, menj oda. Hanna, gyere ide. Ide. Videók miatt iratkoztatok. Ha nézel, akkor felhívsz. Csak azt hiszem, hogy te a kamerában nézel, illetve jó fura, hogy így nézel engem. Ja, bocsánat! Sziasztok! Ebben a videóban... hogy akartam kezdeni, úgyhogy... Oké, akkor nem téged nézlek. És ugye készítettünk DIY-t, meg dekorációkat, meg minden... DIY-t, meg dekorációkat... Sipeket. Nem bírok komoly fejet vágni. De látszod ott? Igen. Hol vagy? Ja, itt vagy! Meg alapból olyan, hogy fel... Mi a... Ez így jó lesz majd, ez a kezem. Kicsit ilyen puhább, szóval még így az ujjamban is tudom ütögetni rajta. Köszönöm, uram, jó, inkább adjuk ezt a részt. És annál lennék bócnak vagy koponyának képest rá. Tisztán.
aztán mondtam. Jól néz ki ehhez a kinézethez, hogy ötletet merít esetekben bőle. Jó. Ez kemény van. Okay. És akkor kezdjük is. Miért nincs benne a fejem? És... Ja. Nem, ezt inkább hagyjuk. Szóval... Nem csak nagyon könnyen elkészíthető azért. Jó, kész, nézd! És rövös hangoljam. Sziasztok! Na jó, hagyjuk. Rendben. 1, 2, 3. Sziasztok! De ilyenkor mit mondunk? Én tudtam beszélni. Igen, tényleg. Jó. Azt a festékség. De dobd ide, hát akkor viszont csak azt. De nem, csak a másikat. Ebben a videóban egy karácsonyi ajándékötletet fogok nektek. Nektek. Oké, hát a következő. Szia! Szia! Olyan kihívást készítünk el, amihez több ember kell, tehát fogtuk ők beletnénket. Fogtuk őket, behozottuk a szobába. Bebilincseltük az ágyhoz. Akartam alapból egy videót, amiben ajándékötletek vannak. Valamilyen tényleg. Az egyikük felvesz egy fejhallgatót a fejét. Folytasjuk. Na jó! A kihívásnak az a lényege, hogy egyszerre csak kettő ember fog szerepelni. Az egyikük fej... Fej! Oké, mehetsz. Ülj be, oda vedd az előtt be a laptopot. De ezt én erőlgél, nem vicces, meg fogsz halni. Jó. Na. Hogy hogy történik majd, mert nem úgy fog. És hogy úgy képzelem el, hogyha direkt az ellenkezőjét képzelem el. Hú, ez a szó lesz, ez nem úgy van idén. Most nem tudom, hogy tőle kifejtett változatot. Hogyha elképzelem az ellenkezőjét, vagy nem képzelem el, de az ellenkezőjét meg elképzelem. Jó, látom ott a fejed is, ez nagyon dobál. Csak Ági csinálja jól, Ági színésznő. Na, gyerekek, színész! Ennek a kihívásnak az lesz a lényege, hogy egyszerre csak ketten fogunk benne szerepelni. Az egyik embernek a fején... Rozi, nézd ezt a szent képet, és így nézd. Imádkozz! Igen, nézd a visszatállat.